Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban beszámolunk a Szekszárd ipari park fejlesztéséről, megtudhatják, mekkora kárt okozott a koronavírus Tolna megye gazdaságában. A technikumi rendszert bemutató sorozatunkat a vendéglátóképzésekkel folytatjuk, és arra is fény derül, hogy milyen változások érintik a kisvállalkozókat júliustól, ha számlázniuk kell. Tartsanak velünk! Több csarnokot felújítanak és egy újat is építenek hamarosan a Szekszárdi Ipari Parkban. Ács Rezső polgármester azt mondta, hivatalával a járványhelyzet alatt is a fejlesztéseken dolgoztak. Ennek egyik eredménye az a 2 milliárd forintos csomag, melyet nem csak gazdasági épületekre költenek, hanem olyan infrastruktúra fejlesztés is megvalósulhat a pénzből, ami a tervezett légimentőbázis megépítéséhez elengedhetetlen. A paksi atomerőmű bővítés hatására egyre inkább megnő az érdeklődés Szekszárd iránt, miután az atomvárosban lassan már nincs iparilag hasznosítható terület, ez pedig arra sarkalja a városvezetést, hogy minél vonzóbb környezetet teremtsen a vállalkozásoknak az erre szánt ipari parkban, mondja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Ez nekünk helyi bevételt jelent, munkahelyeket jelent, mindenféleképpen fontos. Most egy következő nagy lépés lesz az ipari parkban egy teljesen új csarnok építése és a meglevő téglaépületeknek a felújítása. Összesen 1,3 hektárnyi épület újul meg, abból 2400 négyzetméter lesz az új csarnok. Itt most ugye 5 baraképület van mellettünk, ezek elbontásra kerülnek, és egy teljesen új csarnokot építünk ki, és így egyfajta inkubátorászként szeretnénk majd felelni a helyi, vagy a környékbeli vállalkozásoknak, hogy hasznosítsák. Reméljük ezzel azért a munkahelyeket megtartása, új munkahelyek teremtését jelentős mértékben fogjuk segíteni. A járványhelyzet ideje alatt tehát Szekszárdon nem csak a védekezéssel foglalkozott a polgármester és hivatala, hanem további fejlesztések előkészítésén is dolgoztak. Pandémia helyzet volt, ugye múltkor is elmondtam, hogy ettől függetlenül mi dolgoztunk, és szeretnénk a pályázatainkat megnyerni, és szeretnénk meg is valósítani. Ugye az elmúlt hetekben nyertünk egy közel 5 milliárdos útfejlesztési pályázatot, ami a Keselyősi útnak, Mátyás Király utcának a nyitását tartalmazza, és jelentősen hozzájárul a munkaerő mobilitás segítéséhez. Most ennek a gondolatmenetek a mentén megyünk tovább, egy 2 milliárdos keretösszegben valósulna meg az ipari parki fejlesztés, amely a csarnokok felújításait, a új csarnok építése mellett még infrastruktúra fejlesztés is tartalmaz, hiszen nem mondtunk le arról, hogy a Dél-Dunántúlon a légimentő bázis például Szekszárdon kerüljön elhelyezésre, és ennek a helyszíne itt az ipari parkban lenne. Ehhez viszont ki kell váltanunk a légkábeleket, fogadóépületeket kell építeni, fogadó utakat kell építeni, úgyhogy a fejlesztéseket folyamatosan folytatjuk. Ezzel olyan környezetet szeretnénk teremteni, hogy ideje egyre több vállalkozó jön és egyre több munkahelyet tudjunk teremteni. Reméljük, hogy a vészhelyzet lejártával majd az érdeklődés még tovább fog erősödni, és még többen jönnek Szekszárdra. Az érdeklődés megvan így is, mondja Ács Rezső, a felújítandó csarnokok például most is használatban vannak. Itt működő vállalkozások kapnak egy jobb ellátást, jobb fajta infrastruktúrát. Az új csarnok esetében viszont konkrétan megvolt, hogy kik szeretnék kibérelni a legalábbis érdeklődés szintjén. Azonban a válsághelyzet kicsit átírta, hogyha újra kell gomolni a kabátot és új betelepülőket keresni, vagy a régieket újra megkeresni és újra gombolni az ő fejlesztéseiket. Én azt gondolom, hogy a betelepülőkkel nem lesz gond, hiszen mondom, hogy 1,3 hektárból 2400 lesz az új, tehát egy hektárnyi csarnok jelenleg is használatban és üzemeltetésben van és bérletben van. Ebből egyébként magának az ipari park Kft.-nek folyamatosan bevétele származik, és ezzel támogatjuk a helyi vállalkozásokat és a helyi fejlesztéseket. Amikor például önerőre van szükség egy ilyen fejlesztéshez, akkor elsősorban az ipari park Kft. Az, aki biztosítja ez a hátteret és a forrásokat. A Szekszárdi Ipari Parkban további gazdasági területeket már nemigen lehet majd kialakítani, ezért új ipari parkra lesz szüksége a megyeszékhelynek. 49 hektárnyi területről beszélünk, ez gyakorlatilag teljes egészében vagy már használatban, vagy elkelt, vagy éppen pályázatás alatt van. Elsősorban kisebb helyi vállalkozások vették eddig igénybe, de mondjuk azt, hogy megtelt. De pont erre gondolva mi a Néphűfel közösen a modern városok program keretében gondolkodtuk, hogy új park kialakításán, ez meg is történt, a Tornatáj mellett a város határában, közel az autópályához ki lesz alakítva egy 100 hektáros ipari park,
amelyből jelenleg 56 hektár körüli területnek a kialakítása történt meg, és akkor még 40-valány hektár hátra van. Úgyhogy a területek megvannak, a lehetőségek adottak, készülünk arra, hogy ez egy komoly délulántúli potenciál fog majd Szekszáron megjelenni, és itt fogja majd elképzelni a jövőjét. Már csak azért is számítanak erre Szekszárdon, mert a város elhelyezkedése kiváló, ha valaki innen akarja ellátni Európa délebbi területeit. Vissza szeretnék utalni az Auszotemre és a Mulexire, mint első fecskékre, amikor betelepültek Szekszárra. Azért választottak a várost, mert a jövőben innen szeretnék ellátni a Balkánt a termékeikkel. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a város logisztikailag is nagyon jó helyen van. Autópálya mellett, folyó mellett vasúti összeköttetés van. Alkalmasat tehető, vagy teszi a várost arra, hogy innen esetlegesen Európa délebbi részeit a későbbiekben majd a betelepülők ellássák saját termékeikkel és szolgáltatásaikkal. Erre készülünk egyébként. A mostani fejlesztéshez az üzleti terv már elkészült, a csarnokok tervezése zajlik, a közvilágítás kiépítésének és a kábelek kiváltásának a közbeszerzési dokumentációja is nem sokára elkészülhet. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta a koronavírus járvány hatásait a megye gazdaságára, és értékelte a kormány gazdaság élénkítési terveit. Fischer Sándor, a testület elnöke azt mondta, ma már az látszik, hogy a vártnál súlyosabban érintette a vírus a gazdaságot. Többféle elemzés látott napvilágot a vírus járvány idején arról, milyen gyorsan lábbal majd ki a gazdasági válságból Európa és ezzel együtt Magyarország. Létezett egy gyors V-alakú és egy kicsit lassabb U-alakú kilábalási folyamatot prognosztizáló elképzelés. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, mindkét koncepció idealizált volt. A helyzet ma már egészen más képet mutat. Ez sem V szerintem, inkább L-alak lesz most már a legtöbb elemző szerint, ami azt jelenti, hogy lementünk egy alacsony szintre, és sajnálatos módon ebben az évben ezen az alacsony szinten fogunk maradni. Ma nincs, amit mondtam, olyan elemző, vagy aki azt mondja, hogy itt pozitív számok lesznek ebben az évben. A legrosszabb az van 5-7%, illetve van egy, most már az Magyar Nemzeti Bank által kibocsájtott elemzés, mely szerint 0,3 csökkenés. És ez a legpozitívabb. Gyakorlatilag, ha megnéztük, az április és a május ereje az nagyon visszavetette a gazdaságot. A legújabb számítások is ezt igazolják, hiszen kétfajta vélemény volt, illetve többfajta, hogy a GDP egyrésztről csökkenni fog, vagy másrésztről növekedni fog. A mostani számítások szerint gyakorlatilag egy olyan 3-5% közötti csökkenés várható, ez most már mindegyik elemző, illetve illetékes szerv gyakorlatilag ma elfogadja, hogy növekedés ebben az évben nem lesz, csökkenés várható. Természetesen ez vonatkozik Tolna megyére is, mert mi is ugye ezen a területen dolgozunk, a gazdaságot ezt érinteni fogja. Ahol elsősorban volt gondok, ez a vendéglátás turizmus, mert szinte az teljesen leállt. Az építőiparban is egyfajta csökkenés volt, és ez sajnos még várható egy ideig. És hát sajnos a szolgáltatás, illetve az ipari termelésben is voltak gondok. Itt elsősorban alkatrészellátás, megrendelések hiánya, tehát ezek komoly gondokat okoztak. Mi abban reménykedünk természetesen, hogy változni fog, és az utolsó negyed évben egyfajta növekedés lesz, de ez biztos nem tudja pótolni az egész évi kiesést. De elsősorban, amit mi látunk, hogy megúszta, az a élelmiszerkereskedelem és az élelmiszer előállítás, ebből természetesen ez is következik. Ezen a területen nem volt akkora visszaesés. Ami nagyon, és megyénkben ugye, a mi vendéglátásunk, turizmusunk nagyon visszaesett, most kezd talán valahogy lassan-lassan magához térni, és hát amit látunk még, hogy a szolgáltatás területén is komoly gondok vannak. A testület Tolna megyei elnökségének ülésén szó esett arról a tervről is, mely a vállalkozások tanulóképzését érinti. Olyan jogszabály életbe lépése várható, mondja a testület elnöke, mely komoly feszültséget okoz majd a gyakorlati képzéseket végző vállalkozások életében. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy vállalkozó összesen 12 hallgatót
taníthat, gyakorlati részről van itt szó. Ez nagyon nagy gondot fog okozni, mert több mint 100 tanulónak, gyereknek nem lesz helye, hol gyakorlatot tanuljon. Ebben léptünk, de sajnos egyelőre falakba ütköztünk. Megpróbáltunk helyi szinten is felvenni a kapcsolatokat a szakképzéssel foglalkozókkal. Nem tudtak segíteni, fölvettük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával is, hogy továbbítsa a gondunkat. Egyelőre itt is falban ütköztünk. A vállalkozók tegnap nagyon mélyen föl voltak háborodva, hiszen ez nem csak a vállalkozónak okoz gondot, okoz a gyereknek is, a szülőknek is, és hát hosszabb távon az egész gazdaságnak komoly gondot fog okozni. Fischer Sándor azt mondja, minden lehetséges fórumon tiltakozni fognak a bevezetés ellen, mert ezzel a szakképzés egésze és ezzel együtt a gazdaság is hátrányt fog szenvedni. Biztos munkahelyet ígér a Szekszárdi Szakképzési Centrum vendéglátó szakképzőiskolában végzetteknek Csapó Gábor főigazgató. A megújuló képzés sok változást hoz majd, de mind azt szolgálja, hogy a környék turisztikai munkaerőpiacát az itt végzett diákokkal fedhessék le. Tolna megye és Szekszárd város stratégiai tervei között kiemelten szerepel a vendéglátó és turizmus ágazati fejlesztés. Azt gondolom, hogy ha csak a borturizmusra vagy a fesztiválturizmus fejlesztésére gondolok, akkor mindenki érti, hogy miről beszélek, de gondolhatok itt az új szálláshelyek, szállodák kialakításának igényére, vagy a gyalogos és kerékpáros, vagy víziturizmus fejlesztésére, illetve az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztésekre. Ez a fejlesztési irány egyértelműen megkívánja azt, hogy jól képzett munkaerőt bocsássanak ki az iskolák, illetve a szakképzőiskolák, és ebben kiemelt szerepe van a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak. Azt gondolom, a szakképzés 4.0 stratégia egyik kiemelt prioritásának mi nagyon nagyban megfelelünk, hiszen keresletvezérelt képzés oldalról közelítjük meg a dolgokat. Olyan képzéseket indítunk, amire nagyon nagy igénye van a munkaerőpiacnak. Csapó Gábor, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója szerint Szekszárdon is egyre nagyobb az igény a magas színvonalon képzett turisztikai munkásokra. Fontosnak tartja, hogy a szekszárdi tanulók helyben kapjanak munkát. Az átalakulás tehát egy komoly munkaerő megtartási stratégiát is tartalmaz. Akkor, amikor mi újra gondoltuk a Szekszárdi Szakképzési Centrum iskoláinak szerkezetét, akkor ilyen módon a vendéglátó iskola megerősödve a turizmus vendéglátás egyik bázisává vált, én úgy gondolom. Szeptembertől kezdve már a megújult új szakképzési rendben fognak indulni az osztályok ebben az iskolában. Két nagyon fontos iskolatípusunk van, egyrésztről a szakképzőiskola, ami 3 éves képzés. Ebben a képzéstípusban 3 szakmát ajánl fel az iskola. Az egyik legfontosabb és legnagyobb előnye, hogy az innen kikerülő tanulóknak biztos munkahelyük lesz. Tehát, hogy Szekszárdon és környékén el fognak tudni helyezkedni azt, én garantálni tudom. Ez a komplex iskolatípus nem csak érettségit ad az iskola elvégzése után, hanem szakmát is. A munkáltatók egyik komoly igénye volt, hogy a tanulók biztos nyelvtudással rendelkezzenek. Ennek érdekében komoly módszertani fejlesztések lesznek majd az oktatásban, és egyéb eszközökkel is ösztönzik a diákokat a jó tanulmányi eredmények elérésére. Minden szakképzésben résztvevő tanuló többletjuttatást fog kapni ösztöndíj formájában szeptember 1-től, úgy a szakképzőiskolások, mint a technikumban végzettek. Ez a technikumban 8000 forinttól indul, de később, amikor a vállalkozóknál, cégeknél dolgozik, vagy tanul a tanuló, végzi a gyakorlatát a tanuló, akkor ez korrekt munkabérré fog alakulni, és hát nem titok, hogy a sikeres vizsgaletételét követően technikum befejeztével egy igen magas összegű 150-300 ezer forintos egyszeri juttatást is kap, mint egy kvázi sikerdíjat az, aki elvégzi ezeket a képzéseket. Én azt gondolom, a cégek szempontjából egy nagyon fontos új dolog, hogy olyan készségekkel és kompetenciákkal fognak kikerülni az innen kikerülő tanulók, ami a céges igényeket kiszolgálja, hiszen náluk tanulják a korszerű ismereteket, náluk sajátítják el a kezükön keresztül a tudást. Egy nagyon komoly gyakorlatorientált, megújult képzéstípusról van szó.
Azt el tudom mondani, hogy gyakorlatilag a technikum nagyon sikeres beiskolázást hozott a centrum minden tagintézményében, de most nyílik meg az a lehetőség, hogy azok, akik érettségiztek és nem találják még a helyüket, nem sikerült az egyetemi felvételük, azok is be tudnak kapcsolódni a mi képzéseinkbe, hiszen nem csak a vendéglátóiskolában, hanem bármely iskolában föl tudjuk ajánlani a 2 éves technikumi képzéseinket. A vendéglátóiskola 2 éves tanrendben kínált technikumi képzései, a cukrász, szakács, vendégtéri és turisztikai szaktechnikus. Ezeket a szakmákat felnőttként munkahely mellett is elsajátíthatja az ember. Nem csak a frissen érettségizetteket várjuk, hanem azokat is várjuk, akik munka mellett szeretnének tanulni. Mondtuk korábban, hogy felnőtt oktatás, ma úgy mondjuk, hogy felnőttek képzése. Ez egy nagyon nagyban alapjaiban megújult képzésfajta lesz, amiben már most gondolkozhat mindenki, hogy miért érdemes hozzánk beiratkozni, hiszen mindenkiben van valami kis vendéglátós alap. Úgy kezdődik a képzés, hogy egy előzetes tudásmérést fog az iskola minden tanulónál csinálni, és azokat az ismereteket, amiket tud, azt minek tanítsuk meg újra, nem fogjuk. Emiatt a képzés ideje lerövidül, és azt gondolom, hogy emiatt sokkal többen fognak tudni nálunk végezni. Arról is nagyon nagy örömmel számolok be, hogy visszatérve a hagyományokhoz, illetve a megújulást szimbolizálva, az iskola oktatói testülete úgy döntött, hogy fölveszi a nevét, illetve újra fölveszi a nevét, és Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola néven fog működni már a következő tanévtől kezdve, úgyhogy nem olyan nagyon sokára táblát cserélünk az iskolán. A 2020-21-es tanévet tehát már a nevében megújult iskola megújuló rendszerében kezdhetik el a diákok. Július 1-től minden belföldi cégnek kiállított számla után adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. A NAV Tolna megyei szóvivője azt javasolja, hogy mindenki használja a hatóság online számla rendszerét, mert ott ezt automatikusan elvégzi a program. A NAV online számla programjának már telefonos változata is van. Az online számlázás 2018. júliusában indult. Az eredeti rendszer szerint a NAV felé csak akkor kellett a vállalkozásoknak adatot szolgáltatniuk, ha egy számla áfa tartalma meghaladta a 100 000 forintot. Ilyenkor a számítógépes program automatikusan továbbítja a számlát az adóhatósághoz. Idén júliustól viszont már minden Magyarországon bejegyzett, vállalkozás nevére kiállított számla után adatot kell szolgáltatni a NAV felé. Ettől az időponttól a számla adatszolgáltatás kötelező lesz minden olyan belföldi adóalany számára, aki másik belföldi adóalany részére az áfa törvény szabályai szerint belföldön teljesített ügyletről állít ki számlát. Adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, amelyek nem tartalmaznak áfát, vagy pedig az áfa összegének megállapításához szükséges százalékértéket. Nagyon fontos, hogy a NAV egyébként már 2018. júliusától biztosít egy ingyenes számlázó programot, az úgynevezett online számlázót, amivel egyszerűen és automatikusan online megtörténik a számladat szolgáltatás. Ehhez az online internetes programhoz most már telefonos applikáció is létezik. Fontos, hogy a mobil applikációval rögzített számlákat a program nem az okos telefonon tárolja, hanem felhőben, ezért egy készülékváltáskor sem vesznek el az adatok, és a használatához internetes kapcsolatra van szükség. Egyébként a NAV levélben tájékoztatja az áfa alanyokat a számladatszolgáltatás 2020. július 1-től hatályba lépő változásairól, illetve a témában részletes tájékoztatás olvasható a NAV honlapján a legfrissebb információk között. A telefonos alkalmazás főleg azoknak nyújt segítséget, akik eddig számlatömböt használtak, vagy nem helyhez kötött a vállalkozási tevékenységük. A számlaadás és a számlaadat szolgáltatási kötelezettség is könnyen teljesíthető lesz ezeknek az adóalanyoknak is a mobil applikáció használatával. Az applikáció használatba vételének a feltétele az online számlarendszerbe történő regisztráció. A regisztráció után át kell navigálni az online számlázó program webes felületére, és az általános szerződési feltételek elfogadása és az alapvető beállítások elvégzése után a mobiltelefonra töltött applikáció a webes felületről indított összepárosítást követően vehető használatba. A mobil applikációnak a funkciói egyébként megegyeznek az online számlázó program funkcióival.
a kiállított számlák akár az appon, akár az online számlázó webes felületén bármikor visszatekinthetők, visszakereshetők, módosíthatók, továbbíthatók. A kiállított, itt az applikáción kiállított, vagy applikációval kiállított számla egyébként akár azonnal továbbítható e-mailben, MMS üzenetben, Viber üzenetben, aztán akár Facebook Messengeren keresztül. Vagy... A NAV számlázó applikációjának használatához először az adóhatóság online számla internetes aloldalán kell regisztrálni. Mezőgazdasággal megyünk tovább, kevesebb termés várható a szélsőséges időjárás miatt, és több feladat lesz a növényvédelemben a csapadékos, szeles, a megszokottnál hidegebb idő következtében. Borsó, sőt volt, ahol diónagyságú jégeső esett, hatalmas széllel csapott le a vihar sok helyen az országban vasárnap. A Tolna megyei Kalaznón pedig villámárvízt pusztított a városban. Hetek óta ilyen az időjárás, és a hét hátralevő részében sem lesz ebben nagyon változás. A szakemberek azt mondják, ez a szélsőséges időjárás nem tesz jót a növényeknek, és plusz feladatot okoz a gazdáknak, szántóföldi tulajdonosoknak. Se a gabona, se a repce nem hozza majd azt a várt termést, amit szerettünk volna, és az ősszel még nagyon jó kilátások voltak ez irányban. Az sajnos ez most megdőlt, és nem tudjuk, hogy milyen termést kapunk. Sokszor most bejött a viharos időjárás is, az is még csökkent rajta, vagy még viszi el a termés egy részét. A város egyik részén például itt Szekszárdon jégeső volt, a másik részén sütött a nap. Tolna megyét is elérte, itt is 20-30 mm-t meghaladó csapadékok is jelentkeztek villámárvízzel, jégesővel, viszont szerencsés helyzet, hogy ezen a napon, 7-én teljes nap vonatkozásában működtek a jégkár, vagy a jégeső generátorok, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működtet, és ennek köszönhetően csak borsószem méretű jégeső hullott Tolna megyében, úgyhogy az is nagy mennyiségű csapadékkal, tehát olyan hatalmas nagy kárt nem okozott. Viszont azokon a területeken kaptunk róla tájékoztatást a központunktól, ahonnan érkezett, tehát például Románia felől, ahonnan érkeztek ezek a csapadékfelhők, ott akár dióméretű jég hullott, és azok már rendes károkat okoztak az épületekben, mint a mezőgazdasági területeken. A csapadékra pedig nagy szükség volt, mondja vendég Edit. Ennek hatására minimálisan kezdtek feltöltődni a talajok, a korábbi aszály miatt azonban a mélyebb talajrétegekben még mindig nem tudott leszivárogni ez a csapadék, és mivel sokszor nagy széllel érkezett az eső, nem nagyon tudták hasznosítani azt a növények. Vendég Edit úgy látja, 30-50 mm csapadék hiányzik, a növények növekedésén ez jól látszik szerinte. Ugye az őszi búzánk az már elvirágzott, az árpa az rendkívül előre haradott állapotban van az érés stádiumában, tehát itt lehet, hogy egy-két héttel még korábban is fogjuk tudni kezdeni majd az aratást, mint az átlagos időszakban. A repcét azt a múltkori riportban is elmondtam, hogy nagyon rosszul fejlődött a repce, megérezte ezt az áprilisi rendkívüli aszályt, úgyhogy a repce vonatkozásában kevesebb termésre számítunk. Kapásnövények, napraforgó az most nagyon nagy fejlődésnek indult, ugyanúgy a kukorica, napraforgó az ilyen 6-8 leveles állapotban van, kukorica 5-7 leveles állapotban, de ezek az esők hatására egészen biztos, hogy nagyon megugranak, és szépen foglak fejlődni. Az állományoknak a jövőjét azt majd a csapadékviszonyok, és hát tulajdonképpen a talajnak a víz megtartó képessége, és hát így az agrotechnológia, az előzetesen alkalmazott agrotechnológia határozzák meg. A növényvédelemben is új feladatokat okoz az időjárás változása. A gabonában például a vetésfehérítő bogarak kártétele váratlanul sok volt. A bogár elleni védekezés plusz költségeket okoz majd a gazdáknak, és valószínűleg az is sok veszteséget okoz számukra, hogy száraz, hűvös idő volt, amikor kelt a kukorica és a napraforgó. A növények alig nőttek. Ez nagyon kedvezett a barkó kártevők előjövetelének és kártételének. Ez irányban sincs megfelelő védekezés technológia, tehát el kell mondjuk, hogy a növényvédelem az engedélyezett körből már nem tudja biztosítani a növények mentességét, védelmét, ezért sok esetben előfordult újravetés, és olyan is volt, hogy nagy károk lettek, és éppen hogy csak kinőtte az állomány a kártételt. Egy jó is volt ebbe talán, a drótférgek, tehát a talajlakó kártevők nem tudtak úgy
előjönni és károsítani, mert a szárazságot ők sem bírják, legalább ettől megmenekültek most a kukoricások és a napraforgósok, viszont rövidesen jön az amerikai kukoricabogár lárvájának a kártétele, június 5-én volt meg a hőösszeg a keléshez, innentől fogva, aki monokultúrában termesz kukoricát, vagy előtte zöldítés volt tavaly ősszel, azok félhetnek attól, hogy még a lárvák is tovább gyengítik az esélyeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának előrejelzése szerint mintegy 30%-kal kevesebb termésre számítanak az idén a szélsőséges időjárás miatt. Hozzám című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.